A megyei szinten megrendezett területi előválogatón 14 résztvevőből 2 jutottak tovább. A március 4-én Budapesten a Perzselmor Technikum 2 diákja vett részt a szakmai versenyen, ami egy gyakorlati részből és egy portfólió védésből állt. Felkészülésekben nagy részt az játszott szerepet, hogy a duális partnerekkel kiváló a kapcsolatunk. Minden diákunkat azt gondolom, hogy elmondhatjuk, hogy jó partnernél tudhatjuk, akik megfelelően partnerek abban, hogy az itteni elméleti oktatás mellé a gyakorlati részt úgy tegyék hozzá, hogy fel tudja készülni a fiúk, és ezt így szépen szinkronba tudtuk helyezni, és a fiúknak ez segített a felkészülésben. Már az első évtől kezdődően ők az első olyan évfolyamok, akit én végigviszek, és ennek szerintem talán meg is van a gyümölcse. A nagy részt tanórák keretein belül zajlottak a felkészülések, igazából ők már az első évtől tulajdonképpen erre trenírozva vannak ezekre a versenyekre, illetve a leendő szakmai vizsgákra. Itt a legelső évben azok az alapfogások kerülnek elsajátításra az iskola tanulmányainak a keretén belül, amik majd a duális képző partnernél nagy segítséget nyújtanak abban, hogy tovább tudjanak lépni a komolyabb szakmai irányban, a megfelelő technológiai követelményeknek megfelelően, ami most már a napjainkban ugye a megújuló energiáknak az használata felé tart, és geotermikus, szoláris, egyéb rendszereknek a használatát megtanulják a fiúk a képzőhelyen. Morszki Márk elmondta, interaktív írásbeli tesztet oldott meg, ami 60%-os eredményt kellett elérni ahhoz, hogy bejusson a válogatóba. A Jókai Rafael barátommal meg elértünk egy olyan százalékot, amivel bejuthattunk erre az országos előválogatóba. Nyilván ebben a szakmában szeretnék dolgozni. Szerintem elég jól haladok vele. Van egy jó cégem, ott is már ajánlották, hogy maradjak ott tovább, mint munkás, de ez majd júniusban kiderül. Tulajdonképpen a gyakorlati helyen ismertük meg az alapokat, amiket tudtuk, hogy majd kelleni fognak a versenyhez, és itt bent az elméleti dolgokat tanultuk meg az iskolába, amik ugye kellettek az írásbeli interaktív vizsgára. Izgultam, amikor megláttuk először a feladatokat, mert azért voltak elég nehéz feladatok, amit kicsit kevesebbet tudtunk gyakorolni a duális partnernél, de azon kívül elég jónak találtam a feladatokat is, és mint az eredmény bizonyítja is, elég jól sikerült a maga a két feladatom. Az első feladat az egy konkrét csőhálózat volt, az ilyen kézzelfogható, tehát nem egy olyan feladat, amit a mindennapokban kell használni ebbe a szakmába, tehát nem egy ilyen beépített dolog, és a második az pedig egy gázkazán bekötésének az imitálása gázzal és egy radiátorrá kötése. Az első feladatnál a lánghegesztés, ez nekem gyenge pontom. Jókai Rafael bejutott a Szakmasztár Fesztivál országos döntőjébe a legjobb 5 közé. Arra már csak őszinte leszek, várok, és a legjobbra remélek. Amiben kell még egy kicsit csiszolnom, azt javítgatom majd még, és próbálok minél jobban felkészülni rá, hogy minél jobb eredményt el tudjak érni.